Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg mindent, és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógákban pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Ez a vád nem csak a írástudók és a farizósok ellen hangzott el, napjainkban is elhangzik, nagyon sok esetben a keresztények ellen, azok részéről, akik nem tartoznak közénk, akik nem járnak templomba, és nagyon sokszor keresztények és nem keresztények részéről elhangzik ez a kritika az egyházi személyek, papok, szerzetesek felé, tanítják ugyan, de nem teszik meg, amit tanítanak. Különösen a fiatalok rendkívül érzékenyek a hitelességre. Ha nem látják, hogy hiteles az életünk, akkor máshol fogják keresni az igazságot, nem az egyházban, és nem a keresztények között. Nagyon könnyű megállni a kritikánál, a vádaskodásnál, az önigazolásnál, és nagyon egyszerű hátat fordítani azoknak, akik szerintünk nem hitelesek. A Szentírás azonban megtérésre hív bennünket, és arra, hogy a rosszat jóval győzzük le. Ha megelégszünk azzal, hogy ítélkezünk, kritizálunk, akkor nem tettünk semmit igazából. Akkor kezdődik a változás, amikor felismerjük, hogy valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy hogy néz ki az egyház, és hogy néz ki a világ, a körülöttünk lévő világ. De maradjunk csak a saját portánkon belül. Amíg csak vádaskodunk,
és igazoljuk magunkat, addig nem fogtuk fel, hogy mi is részesei vagyunk a szívünkben jelenlévő rossznak, mert megtűrjük a szívünkben a rosszat, nem akarunk bűnbánatot tartani, sem megbocsátani, sem megváltozni, hanem azt várjuk, hogy mások változzanak meg, és számon is kérjük őket, és a körülöttünk lévő rosszért is felelősek vagyunk. Nem csak a Krisztus testéről mondható el, hogy egy test tagjai vagyunk, hanem az egész emberiség egy test. A rosszat, írja Szent Pál apostol a rómaiaknak, jóval győzzük le. Ha hibát, hiányosságot, bűnt látunk, akkor meghívást kapunk a Szentlélektől arra, hogy legyünk jobbak, csináljuk jobban, legyünk hitelesebbek, mi saját magunk. Számoljuk fel az életünkben azokat a helyzeteket, azokat a hibákat, bűnöket, amelyek minket tesznek hiteltelenné a körülöttünk élők szemében. A rosszat jóval kell legyőzni, még több szeretettel, még több igazsággal, még több jósággal, még több áldozattal, még nagyobb örömmel, szelídséggel és irgalommal. Erre hív bennünket az, amikor észrevesszük, hogy hiány van, bűn van, sötétség van. Rajtunk is múlik, hogy néz ki az egyház ott, ahol mi élünk. Nem csak a papokon, nem csak a szerzeteseken, nem csak a püspököken. A Krisztus testének minden tagján múlik, hogy hogy néz ki az egyházunk, és mennyire vonzó a világban élők számára. Jézus kiemeli az írástudók és a farizeusok viselkedéséből, hogy elviselhetetlen terheket kötöznek össze, helyeznek az emberek vállára, és maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Miért csináljuk másképpen? Miért változtassunk a mi dolgainkon? Hiszen nagyon sokszor megtörténik szülők részéről is a kettős nevelés, hogy elvárják a gyerekeiktől, de ők maguk nem teszik meg. Pont az ellenkezőjét gyakorolják. Jézus nem rakott terhet az emberek vállára. Ő maga vett vállára minden terhet. A bűneink terhét, a sebeink terhét, a gonoszságainkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze. Magunkra lehet és kell venni mások terhét. Azért, mert Jézust akarjuk követni, mert az ő példája áll előttünk. Miért foglaljuk el az utolsó helyet? Ellentétben azokkal, akik magukat sokra tartják, nagyra tartják és elvárják, hogy őket megkülönböztetett tisztelettel fogadják az emberek, és kiemelt helyre ülhessenek. Azért, mert Jézus úgy volt és úgy van közöttünk, mint aki szolga, mint aki utolsó az emberek között. Miközben ő az Úr, és ezt hisszük és valljuk, egy olyan Urat szolgálunk, aki maga vállalta az utolsó helyet. Szolga lett. És azt kéri tőlünk, hogy tegyünk hasonlóképpen. A világurai zsarnokoskodnak, mondja a tanítványainak,
és hatalmukat éreztetik az emberekkel, a tekintélyüket, a nagyságukat, a kiválóságukat. Közöttetek, mondja Jézus, ne így legyen. Aki közületek első akar lenni, az legyen a szolgátok, legyen a rabszolgátok, legyen az utolsó, mert mi Isten országának vagyunk az állampolgárai, és ott ebben az országban, Isten országában más törvények vannak, mint a világban. Isten országában az utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből az utolsók. Jézus példát adott nekünk. Elénk élte Isten országának az örömhírét és értékrendjét. És azt kéri tőlünk, hogy ha ő a mester, ha ő az úr, ha ő a tanító, akkor kövessük a példáját. Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák. Aki pedig önmagát megalázza, azt Isten országában felmagasztalják. A nagybőd ideje, lehetőség és meghívás a változtatásra, a megtérésre, a gondolkodásunk, a nézőpontunk és az életünk megváltoztatására. Erre hív bennünket a mai evangélium is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.